Már 20 órája nincs hír Suhajda Szilárdról. A Mont Everest csúcsára induló hegymászót az úgynevezett halálzónában látták utoljára. Áremelkedéshez vezetne Brüsszel javaslata a rezsicsökkentés eltörlése, ezt mondják az elemzők. Szuper tájfun csapott le a csendes óceáni Guam szigetére, a vihar elsöpört mindent, amit csak tudott. És elhunyt Tina Turner, a legendás énekesnő régóta betegeskedett, 83 éves volt. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Továbbra sincs hír Suhajda Szilárd hegymászóról, aki a Mont Everest meghódítására indult. Szerda délután óta pontosan 20 órája nem működik a GPS adója. A készülék utoljára valahol 8700 és 8795 méteres magasságból küldött jelet. Felesége is tegnap beszélt vele utoljára, neki azt mondta, jól van és képes elérni a világ legmagasabb hegycsúcsát. Ennek az utolsó adatok szerint tegnap este kellett volna megtörténnie, de azt nem tudni, valóban sikerült-e neki. Időközben serpák indultak a magyar hegymászó keresésére, de egyelőre nem találták meg. Hogy pontosan melyik napon fogom magam mögött hagyni az alaptábort, azt a meteorológiai előrejelzés fogja meghatározni, de szerencsére már mutatkozik egy ideálisnak nevezhető időjárásablak a csúcsmászáshoz. Néhány nappal ezelőtt készítette ezt a videót a Mont Everestről Suhajda Szilárd. A hegymászó szombat este indult el az alaptáborból a világ legmagasabb hegycsúcsa felé. A videóban akkor még arról beszélt, készen áll, pontos terve van arról, hogyan zajlik majd a csúcsmászás. Várhatóan legalább 15 órát fog igénybe venni csak fölfelé, és arra számítok, hogy legalább 24 órát fog összességében igénybe venni az, hogy visszaérjek a négyes táboromba. A hegymászó minden külső segítség, így oxigénpalack és serpák nélkül indult el a csúcsra. Szerdán délelőtt már a halálzónának nevezett magasságban 8700 méteren járt. Felesége volt az utolsó, akivel beszélt, neki ekkor azt mondta, jól van és el fog jutni a csúcsra. Többször megkérdeztem tőle, kettőször vagy háromszor, és határozott igennel válaszolt arra, hogy képesnek érzi magát arra, hogy felérjen a csúcsra és épségben vissza a négyes táborba. Suhajda Szilárd GPS jeladója azonban időközben meghibásodhatott, így jelenleg semmilyen jelet nem ad. Utoljára szerdán, magyar idő szerint délután 4 órakor mutatta azt, hogy a hegymászó nagyon lassan, de halad a csúcs felé, akkor körülbelül 50 méterre lehetett a céltól. Felesége elmondta, két serpa már elindult Szilárd keresésére, és egy másik expedíció, amely a helyszínen van, segít abban, hogy figyelik a környezetet, és ha látnak valamit, azonnal szólnak. A legfrissebb hír egyébként az, hogy láttak a négyes tábor fölött vélhetően egy emberi alakot. Tehát ez nem biztos, ez nem olyan rég érkezett ez a hír. Most ennek a megerősítését várjuk. Ennek kapcsán a mi ügynökségünktől mozgósítottak további serpákat, akik felmennek a négyes táborba, illetve azt gondolom, hogy el fognak indulni az alak irányába. A Mont Everest, vagy más néven a csomolunk ma 8848 méter magas, a legmagasabb hegy a Földön. Eddig nagyjából 7000-szer mászta meg, mint egy 4000 ember. Első magyarként Erős Zsolt érte el a csúcsot 2002. május 25-én. Oxigénpalack nélkül azonban még egyetlen magyarnak sem sikerült a csúcsra jutnia. A 40 éves Békés Csabai születésű hegymászónak a legutóbbi adatok alapján nagyjából este 9 órakor kellett felérnie. Egyelőre azonban nem tudni, hogy ez sikerült-e. A rezsicsökkentés kivezetése azonnal áremelkedéshez vezetne, ezt mondta a századvég klíma- és energiapolitikai üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér szerint az Európai Bizottság legújabb tagállami ajánlása, miszerint a tagországoknak meg kellene szüntetniük az energiatámogatásokat, nem időszerű, mert az energiaválság még nem ért véget. Minden kormánynak 2023 végéig meg kell szüntetnie azokat a pénzügyi intézkedéseket, amiket az energiaársokra válaszul vezettek be.
természetesen abban az esetben, ha a jelenlegi alacsonyabb energiaárszint megmarad. Kongatta meg szerdán a magyarországi rezsicsökkentés felett is a vészharangot Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért felelős biztosa. Az uniós testület szerint az energetikai támogatások veszélyeztetik a költségvetést. Takarékos pénzügyi politikára van szükség, ami összhangban van az infláció csökkentésével. Első lépésként ehhez a tagországoknak meg kell szüntetniük azokat az ártámogatásokat, amelyeket az energiaársok miatt vezettek be. És hogy világos legyen, ezeket a megtakarításokat a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani, nem pedig másra költeni. Hangsúlyozta Valdis Dombrovskis, a bizottság gazdaságért felelős alelnöke. A kormány szerint azonban a rezsicsökkentés a 2022-es év sikertörténetei közé tartozik. Orbán Viktor kormányfő többször is hangsúlyozta, a kabinetnek az energiaválság és az egekbe szökő energiaárak közepette is sikerült megőriznie a rezsicsökkentés lényegét. Magyarországon minden család havonta az energiaár támogatáson keresztül körülbelül 180 ezer forint támogatást kap, ez körülbelül 450 euró egy hónapban. A kormány döntése értelmében májustól is érvényben maradtak a megszokott áram- és gázárak Magyarországon. Az átlag fogyasztásig érvényes energiaárak ettől a hónaptól sem emelkedtek. Így továbbra is érvényben maradnak a tavaly augusztus 1-én életbe lépett rezsicsökkentési szabályok. Vagyis a villamos energiánál az átlag fogyasztási limit 2523 kWh, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. A gáz köbméterenként 102, az áram kilowattóránként 36 forintba kerül. A legfrissebb adatok szerint a lakossági földgázfogyasztás 80%-a, a felhasznált háztartási villanyáramnak pedig 75%-a maradt a tavaly augusztusban megállapított átlagfogyasztás alatt. Vagyis a magyar családok túlnyomó többsége rezsicsökkentett árat fizet. Mind időzítésében, mind megalapozottságát tekintve egy rossz ajánlás. Abszurd, hogy az Európai Bizottság az energetikai támogatások kivezetését javasolja a kormányoknak. Egyrészt a vita a rezsicsökkentésről már lezárult. Az Európai Bíróság ugyanis 2020-ban kimondta, hogy a magyarországi rezsicsökkentés nem ütközik uniós jogba. Erről a századvég klíma- és energiapolitikai üzletág vezetője beszélt az M1-en. Hortai Olivér szerint emellett alaptalan az a túlzott optimizmus is, amire hivatkozva a bizottság a támogatások kivezetését javasolja. Az igazán nehéz ugyanis a következő fűtési időszak lesz, mert az Európai Unió mozgástere folyamatosan szűkül. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is hétről hétre kiáll, és elmondja a világnak, és elmondja az Európai Bizottság döntéshozóinak, hogy súlyos helyzet bontakozhat ki, hogyha egy keményebb tél jön a következő fűtési időszakban. A rezsicsökkentés kivezetése azonnal áremelkedéshez vezetne, és jóval kiszámíthatatlanabbá válnának az árak, tette hozzá az elemző kiemelve. A rezsicsökkentés lényegét a hatóságilag rögzített tarifák jelentik. Brüsszelből nem először éri támadás a rezsicsökkentést. Az évek során próbálkoztak meggyőzéssel, fenyegetéssel, kilátásba helyeztek kötelezettségszegési eljárásokat is. Konkrét lépés azonban nem történt. Most kapcsolunk Brüsszelbe a Közmédia Uniós Központjába, Baracka Eszterhez. Eszter, voltak éppen milyen kifogásai vannak az Európai Bizottságnak a rezsicsökkentéssel szemben? Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság nem konkrétan a rezsicsökkentést nem szereti, hanem általában a hatóságilag szabályozott árakat az energiapiacon, és mivel a rezsicsökkentés is ide tartozik, ahogy az imént is hallhatták, ezért tulajdonképpen a rezsicsökkentés megszületése óta az Európai Bizottság ebben az ügyben folyamatosan nyomás alatt tartja Magyarországot. A bizottság azzal érvel, hogy a központilag szabályozott energiaárak nem szolgálják a versenyt, akadályozzák a piaci liberalizációt, ezzel egyben új szereplők belépését az adott ország energiapiacára, torzítják a tarifákat, és a fogyasztókat sem késztetik energiahatékonyságra, illetve energiatakarékosságra. A bizottság abból indul ki,
hogy a magas energiaárak okozója voltak éppen az, hogy a vállalatok monopól helyzethez jutnak egy-egy ország energiapiacán, és hogyha ez megszűnik és beindul a verseny, akkor el fog jönni a valódi rezsicsökkentés időszaka. 2014-ben Günther Oettinger, az akkori energiabiztos, ezért levelet írt azoknak a tagállamoknak, amelyek fenntartottak ezen az energiapiacon valamiféle hatósági árszabályozást, és nem kevesen voltak szám szerint 17-en akkor, és arra kérte őket, hogy vezessék ki a hatósági árakat, segítséget pedig csak azoknak nyújtsanak a számlafizetésben, akik valóban rászorulnak, a legsebezhetőbb társadalmi csoportoknak. 2016-ban azután az Európai Bizottság javaslatot tett egy átfogó energiacsomagra, amelyet, idézem, versenyen alapuló, fogyasztót középpontba helyező energiapiaccá készülnek majd alakítani. A javaslatban felszólítottak minden tagállamot, hogy a jogszabály hatályba lépéstől számítva 5 éven belül vezessék ki a hatósági árakat, így tehát a rezsicsökkentést is. A tagállamok egyébként kezdettől fogva nem lelkesedtek ezért az ötletért, és ezért a végső szövegben tulajdonképpen nagyon finomodott ez az álláspont, és most már az tartalmazza, hogy az árképzésnek a keresleten és a kínálaton kell alapulnia. Ebben egyébként vélhetően nem kis része volt Franciaországnak. Tudni kell, hogy a végső szöveg elfogadása előtt nagyjából fél évvel kezdődtek Franciaországban az úgynevezett sárga mellényes tüntetések, és tudjuk jól, hogy Franciaországban az energia, az üzemanyag és az üzemanyag ár és az energia ár rendkívül érzékeny politikai kérdés, és ezért a politikai vezetés is nagyon komolyan vette. Tehát valószínűleg francia hatásra is finomodott ez az álláspont. Az Európai Bizottság tehát piaci szempontból közelítette meg korábban ezt a kérdést. Ez tükröződik egyébként néhány Magyarországnak írt országjelentésben, illetve országspecifikus ajánlásban is, 2013-ban és 2014-ben is megjelent ez. A tavalyi energiaválság kirobbanása azonban nagy mértékben megváltoztatta a helyzetet, és most már a bizottság sem piaci szempontokra hivatkozik, hanem a mostani ajánlásban ugye azzal érvelnek, hogy a rezsicsökkentés nem ösztönzi a fogyasztókat az energiahatékonyság növelésére, és azzal, hogy javítani kell a költségvetés egyensúlyát, és ezért szólította fel Magyarországot, hogy vezesse ki a rezsicsökkentést. Baracka Eszter, köszönjük szépen a tudósítást Brüsszelből. Hamarosan újra kapcsolunk majd Brüsszelbe, élőben közvetítjük a külügyi tanács ülésén résztvevő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóját. Hat katonai drónt lőttek ki az ukránok a Krím-félszigetre az elmúlt 24 órában. Erről a térség orosz vezetése számolt be. De újabb légitámadást jelentettek Kijevből is. A helyi katonai vezetés szerint több tucat orosz lövedéket semmisítettek meg az ukrán főváros felett. Közben újabb nyugati országok ígértek kiképzést ukrán pilótáknak modern vadászgépekhez. A betanításuk azonban akár hónapokig is eltarthat. Eldeformálódott fémdarabokat és egy krátert hagyott maga után a szerdai becsapódás egy ház udvarán a Herszoni régióban. Az ukránok irányítása alatt álló területen egy nap alatt több mint 270 orosz lövedéket jelentettek. Semmi zajt nem hallottunk, talán egy drón lehetett, mert minden csendes volt, aztán hirtelen jött egy robbanás. A locsoló eltört, a kerítés kifordult a helyéből, a pajtán pedig lett egy lyuk, mondta egy herszoni férfi. A hivatalos jelentések szerint egy ember meghalt, többen megsérültek a támadásokban, emellett számos épület kigyulladt, egy gázvezeték pedig megrongálódott. Az ehhez hasonló támadásokkal indokolja a kijevi vezetés, hogy vadászgépeket kér nyugati partnereitől az ukrán légvédelemhez. Harci repülőket eddig konkrétan ugyan senki nem ígért, kiképzést azonban igen. Szerdán már a hollandok is jelezték, hogy csatlakoznának a belgák, dánok és britek által szervezett programhoz, amelyel ukrán pilótákat tanítanának be a legmodernebb vadászgépek használatára. Emellett Norvégia, Franciaország, Lengyelország és az Egyesült Államok is ajánlott kiképzést, ezek azonban hónapokig tartanak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb új és erős repülőgépek jelenjenek meg ukrán pilótákkal az ukrán égbolton. Egyértelmű, hogy ez a globális lépés lehetővé teszi számunkra védelmi képességeink bővítését. Csak erős repülőgépekkel válik teljessé egy légvédelmi rendszer. Másrészt az első ukrán F-16-os az egyik legerősebb jelzés lesz a világ részéről, hogy Oroszország csak a saját agressziója miatt veszít, gyengül és elszigetelődik, magyarázta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Közben Kelet-Ukrajnában sajtótájékoztatót tartottak orosz félkatonai szervezetek tagjai, akik a hét elején betörtek az oroszországi Belgorod régióba és elfoglaltak néhány falut.
Amikor az ukrán katonai vezetés megtudta, hogy orosz önkéntesek harcolnak ebben a háborúban, természetesen támogattak minket, mi pedig támogatjuk ezt a szabadságharcot. Tehát nyilván összehangoljuk velük akcióinkat a határ előtt az ukrán oldalon, de minden, amit az államhatár túlsó orosz oldalán teszünk, az a mi döntésünk. Nyilatkozta az orosz önkéntes hadtest nevű szervezet vezetője, megerősítve Kijev állításait arról, hogy nem az ukrán erők felelősek a támadásért. Az orosz félkatonai szervezet vezetője kiemelte, hogy több mint 40 négyzetkilométernyi területet vettek irányításuk alá Belgorod régióban, mielőtt az orosz csapatok visszaverték volna a támadást. Hozzátette, hogy a moszkvai vezetés további hasonló akciókra is számíthat. Az orosz védelmi miniszter ukrán fegyvereseknek és terroristáknak nevezte a támadókat, és az újabb hasonló akciókra komoly válaszlépéseket ígért. Nem mérsékelte a termékek árát az áfa kulcs csökkentése Horvátországban, ez derült ki egy friss felmérésből. Az eredmények azt mutatták, hogy a cégek nem építették be a fogyasztói árakba az általános forgalmi adó csökkentésének mértékét, vagyis az áfa csökkentés nem a fogyasztóknak, hanem a vállalkozóknak kedvezett. Részletek Kriák Krisztinától. A fogyasztók nem érzékelték az áfa csökkentés hozadékát, mert be is bizonyosodott, mert a termékek ára nemhogy mérséklődött az elmúlt időszakban, hanem tovább nőtt. A cégek ugyanis nem redukálták az árakat az áfa csökkentés mértékével, hanem a különbséget beépítették az árésbe vagy a költségekbe, legalábbis ez derül ki az adóhivatal felméréséből. A termékek ára tehát változatlan maradt, illetve egyes esetekben nőtt is a jogszabály életbe lépése után. Magyarország energiaellátása jelenleg 76%-ban függ a külföldtől, ezért cél az energiafüggetlenség megteremtése, miközben számolni kell a növekvő igényekkel is. Erről Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszélt a Zalazón járműipari tesztpályán. Hangsúlyozta, sürgető igény a hazai energetikai rendszer megújítása. Növelni kell a villamosenergia, illetve az alternatív forrásokból származó energia arányát, fejleszteni kell a termelő és tároló kapacitásokat, valamint az elosztó hálózatot is. Támogatjuk a hálózatfejlesztési beruházásokat, mert ugye ezt a sok áramot ezt el kell tudni vinni. Több mint 160 milliárd forintot fordítunk majd erre a célra. Jövőre 6%-kal növekedhetnek a nyugdíjak, és várhatóan lesz nyugdíjprémium is. Legalábbis ez olvasható ki a 2024-es esztendő költségvetés tervezetéből. Ez azt jelenti, hogy egy átlag nyugdíjas az előzetes kalkulációk szerint jövőre havonta 12.500 forint plusz pénzt kaphat az emelés miatt, míg nagyjából egyszeri 12.000 forintot pedig prémiumként. Csenget a postás, érkezik a nyugdíj. Idén várhatóan nem, de jövőre biztos hoznak nyugdíjprémiumot is. Legalábbis ez olvasható ki a 2024-es költségvetési tervezetből. A kormány ugyanis 3,5%-nál nagyobb, hozzávetőleg 4,1%-os GDP növekedéssel számol 2024-re. Ilyen növekedés után adható a prémium. Ha ez a cél teljesül, akkor jövő év novemberében várhatóan 12.000 forint plusz pénzhez jutnak a nyugdíjasok. A büdzsé tervezetében az is kiderül, hogy 2024-ben 6%-os nyugdíjemelés várható, ugyanis ekkora inflációval számol a következő évben a kormány. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 208.000 forintos átlag nyugdíjjal számolva ez jövőre havi 12.500 forintnyi pluszt jelenthet, ami éves szinten 150.000 forintnyi többlet nyugdíjat eredményez az érintetteknek. Fontos, hogy ahogy korábban, jövőre is lesz 13. havi nyugdíj. A jövő évi büdzsé javaslatát a költségvetési tanács már kielemezte, és megállapította, hogy a tervezet az ismert hazai és nemzetközi előrejelzésektől magasabb gazdasági növekedéssel számol, amelyet többek között a fogyasztás bővülése, az exportnak az importot meghaladó növekedési üteme támaszt alá. A tanács szerint a kormány által várt növekedés teljesülhet, de ezt számos kockázat, többek között a brüsszeli szankciók nehezíthetik. A miniszterelnökséget vezető miniszter korában azt mondta, a jövő évi büdzsé garantálja az ország biztonságát. Háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és megvédi a rezsicsökkentést.
Ez utóbbihoz az is hozzájárulhat, hogy az extra profit adók az eredeti tervektől eltérően 2024-ben is megmaradnak, legfeljebb a mértékük változhat. Ugyanakkor jövőre megkezdődik az egyes ágazatokat terhelő extra terhek kivezetése, amiről a pénzügyminiszter számolt be legutóbb a Magyar Bankszövetség ülésén. Ezeknek a terheknek a kivezetése megkezdődik. Tehát az az ígéretünk, hogy ezt elkezdjük 2024-ben, ez megtörténik, hozzá fogunk nyúlni az extra profit adóhoz is, és természetesen ez nem csak a bankszektorra vonatkozik, hanem az energiaszektorra, a gyógyszerágazatra, és így tovább. A tervek szerint a 2024-es büdzsé tervezetét május 30-án nyújtja be a kormány az országgyűlésnek. A törvényről várhatóan július 7-én szavazhat a parlament. Sikeres volt az egészségipari támogatási program, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt mondta, a program célja az volt, hogy a hazai vállalkozások a beruházásaikhoz és a fejlesztéseikhez támogatást kapjanak, és így jelentős mértékben hozzájárulnak az egészségügyi ipar erősítéséhez. A miniszter elmondta, 87 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, amelyből összesen 57 céget tudtak támogatni. Azt a mérleget tudjuk megvonni, hogy a pályázat eredményes volt, a nagy része lezárult, a termelőkapacitások kiépültek, és eredményes tevékenységről tudunk számot adni a polgároknak, az adófizető polgároknak a vírus elleni küzdelemben. Ezek a gyógyszerek, különböző fertőtlenítőszerek gyártása megvalósult, kapacitások rendelkezésre állnak, és egy esetleges következő járványhelyzetet sokkal felkészültebben tudjuk most már várni, mint korábban. Tavaly május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban dr. Kovács Józsefet hívtuk a Fidesz-KDNP képviseletében, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. 10 éves a Nemzeti Választási Iroda, megalakulása óta már 11 országos és 1200-nál is több időközi választást tervezett és bonyolított le. A jubileum alkalmából a parlamentben tartottak ünnepséget. Varga Judit igazságügyi miniszter arra emlékeztetett, hogy a tavalyi országgyűlési választásokon 900 nemzetközi megfigyelő vett részt, de az NVI bizonyította, hogy Magyarországon a választások tiszták és szabályosak. A 2014-es országgyűlési választás volt az első, amelyet már a Nemzeti Választási Iroda bonyolított le, egy egészen új, átalakított rendszerben. A voksolás egyfordulós lett, a parlament 199 fősre csökkent, és ekkor szavazhattak először a külhoni magyarok. Azóta a Nemzeti Választási Iroda már 10 országos és 1200-nál is több időközi és nemzetiségi választást vezényelt le. Köztük a tavalyi országgyűlési választást, amelyen több mint 5 millió 350 ezeren vettek részt. A Nemzeti Választási Iroda alapításának 10 éves évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak csütörtökön a parlamentben. Amit ünneplünk, az a magyar demokrácia egyik legnagyobb vívmánya, amelyet egy nagyon komoly szakmai közösség évtizedes munkával hozott létre. Független szervként a törvények betartásáért dolgozik a Nemzeti Választási Iroda, hangsúlyozta köszöntő beszédében az országgyűlés alelnöke. Jakab István hozzátette, a tétova politikai vádak, amelyek az elmúlt években kétségbe vonták a választási szervek szuverenitását, mind elhaltak. Az államigazgatásban végső soron mindig csak az elvégzett munka eredménye számít. A páratlan, méltányos, részlehajlásmentes, a törvényeket és a jogszabályokat mindenek felett betartó szakmai munka. Különösen igaz ez a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság hivatására nézve. A Nemzeti Választási Irodánál több mint 20 ezren dolgoznak. A magyar választások törvényességért és tisztaságáért a Nemzeti Választási Bizottság felel. A 2010 után átalakított új rendszer lehetővé tette, hogy a választás jogával minél többen élhessenek.
Erről az igazságügyi miniszter beszélt. Varga Judit emlékeztetett arra is, hogy a tavalyi országgyűlési választáson 900 nemzetközi megfigyelő volt jelen, a voksolás pedig jól szervezetten és szabályos keretek között zajlott le. Bár a nemzetközi baloldal azt várta az EBSZ-től, hogy befolyásolja a választásokat, a magyar választási szervek sikerrel meg tudták védeni annak demokratikus, tiszta és szuverén voltát. A magyar emberek pedig szabad akaratukból fakadóan kinyilvánították, hogy nem kérnek a tengeren túli dollárokat elfogadó baloldalból. A Nemzeti Választási Iroda jövőre újabb kihívás elé néz. Egyszerre tartják az Európai Parlament és az önkormányzati választást, amire már meg is kezdték a felkészülést. Hajnalban elindult a 10. jubileumi zarándokvonat Budapestről a Csíksomlyói búcsúba. A Boldogasszony zarándokvonattal mintegy 900-an utaznak Erdélyben. A kirándulás fő eseménye idén is a szombati szentmise lesz a Csíksomlyói hegynyerekben. Közben Erdély szerte is készülnek már a pünkösdi búcsúra. Gyergyó alfaluból Csíksomlyóra reggel több száz zarándok indult el gyalog, hogy részt vegyenek az összmagyarság legnagyobb keresztény eseményén. Bőröndökkel és hátizsákokkal érkeztek a hívők csütörtök hajnalban a keleti pályaudvarra, hogy elinduljanak Csíksomlyóra. Először megyünk, és remélem, hogy egy óriási élményben lesz részünk. A 10. jubileumi Nagy Boldogasszony zarándokvonattal mintegy 900-an keltek útra Erdélybe, közülük 300 kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyar középiskolás. Szerintem jó lesz, meg lelki feltöltődés. Volt olyan diák is, aki egyenesen Kanadából érkezett, hogy részt vegyen a zarándoklaton. Hozzá fogok kapcsolódni az őseim szokásához és a életmódjához és a valláshoz. Apukám kubai, anyukám magyar, de nekem nagyon fontos a magyarságom, és örülök, hogy itt vagyok. A zarándoklatra induló diákok a Rákóczi Szövetség katolikus középiskolai szervezeteit képviselik, amelyek már 7. éve biztosítják a fiatalok utaztatását. Azt gondolom, hogy együtt imádkozni, sok ezer magyarral együtt, fiatalként vagy kevésbé fiatalként, az mindig egy óriási élmény, és reméljük, hogy ezek a fiatalok, akik most ott lesznek, és ebben az élményben részesülnek, ez számukra egy életre szóló élmény lesz. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a vonat indulása előtt úgy fogalmazott, soha nem volt még olyan zarándoklat, ami úgy indult volna, hogy háború van a szomszédban. Ezért azt kérte a résztvevőktől, hogy a zarándokvonat idén a békéhez vezető utat mutassa. Minden zarándoklatnak van egy üzenete azok felé, akik nincsenek a vonaton, de látják a vonatot és látják a zarándoklatot. Azok, akik a vonaton vannak, azok valamit keresnek, valamiért köszönetet mondanak, vagy valamit éppen kérni szeretnének. Azok, akik látják ezt a tömeget és látják a zarándoklatot Csíksomlyóban, azok látják és tudják, hogy a magyarság, a magyarok őrzik és védik keresztény hitüket és keresztény kultúrájukat. A Boldogasszony zarándokvonat várhatóan csütörtökön az esti órákban érkezik meg Csíkszeredára. Közben már Erdély szerte is készülnek a zarándokok, ezt a szekeret szinte teljesen telepakolták csomagjaikkal. Reggel ugyanis több száz gyalogos zarándok indult el Gyergyó alfaluból Csíksomlyóra, hogy részt vegyenek az összmagyarság legnagyobb keresztény ünnepén. Egymás segítve, egymás támogatva a szeretetérzést érezzük meg ezen az úton. Olyan érzést, amit máshol nem tapasztalnak. Na persze aztán mindenki a maga szintjén járja meg ezt a zarándoklatot. Vannak, akik egyszerű kirándulásképpen járják meg, vannak, akiknek sikerül jobban elmélyülni, vagy arra vágynak, hogy többet imádkozzanak. A zarándoklat fő eseménye idén is a szombati szentmise lesz a Csíksomlyói hegynyerekben. Mobilozás, fülhallgató használata. Sok vasúti átjáróban ezek okoznak balesetet. De általánosságban is elmondható, hogy a figyelmetlen közlekedés a halálos balesetek legfőbb oka. Legutóbb a MÁV tett közzé egy felvételt, amelyen egy nőt elsodor az éppen érkező szerelvény. Ez az eset szerencsésen végződött, de nem ez a jellemző. Megrázó, ám szerencsés esetről tett közzé egy felvételt a közösségi oldalán a MÁV, amiben egy nő próbált átkelni a vasúti sínek között. Csak az egyik irányba nézett, így nem vette észre, hogy a másikból is érkezik vonat. A nő feltételezhetően zenét hallgatott.
A MEV annyit írt a videóhoz, ő túlélte, szerencséje volt. Ezzel a megjegyzéssel arra a nagyon sok másik vonatbalesetre utaltak, amiknek halálos áldozata is voltak az elmúlt években. Biztonságos távolságban várják az érkező vonatot Kelenföldön. Amint valaki túl közel megy, figyelmeztetik a veszélyre. A piros térkőnek ugyanis fontos jelentése van az állomásokon. Ez a biztonsági sáv, ez az elsodrási határ, ez azért fontos, mert ahogy közlekedik nagy sebességgel egy vonat, ahogy tolja maga előtt a levegőt a légellenállásból adódóan, egy légáramlás keletkezik, amely ki tud billenteni minket az egyensúlyunkból, vagy akár fel tud lökni, magával tud rántani. De nem csak ez teszi biztonságosabbá a közlekedést. Sok helyen, ha nem is térkő, de felfestés jelzi a megfelelő távolságot. Az átkelő helyeknél pedig lámpákkal, sorompóval és korlátokkal is találkozhatunk. Ne fülhallgatóval, mobiltelefonnal menjünk át az úton. Rengeteg példa igazolja, hogy balesetveszélyes a zenehallgatás közlekedéskor. Szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy a külső zajok kizárása lassítja a reakcióidőt. Ha viszont már bekövetkezett a baj, mindenképpen próbáljunk segíteni. Nagyon fontos, hogy a életmentési tanfolyamot mindenki elvégezze. Tudja, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hogyha egy fekvő embert lát az úton, akkor ne csak azt gondolja, hogy ez biztos részek. Festékszóróval jelölik annak a kis teherautónak az útját, ami egy vonattal karambolozott szerda reggel Mezőkovácsházán. A kis teherautóban egy, a motorvonaton pedig 6 ember utazott. Sérültekről egyelőre nem tudni, a balesetet viszont figyelmetlenség okozta. Ehhez hasonló volt tavaly az a mincenti baleset is, ahol egy kis tehergépkocsi hajtott a vonat elé, amitől a vonat kisiklott. 5 ember vesztette életét a helyszínen. Idén eddig a tavainál jóval kevesebb a halálos kimenetelű vasúti baleset. Május végéig 17-szer gázolt a vonat, és 1 ember halt meg, míg tavaly a közlekedők szabálytalansága vagy figyelmetlensége összesen 211 balesetben 79 áldozatot követelt. Szuper tájfun csapott le a Csendes-óceáni Guam szigetére. A Mavar névre keresztelt vihar 240 km-es óránkénti sebességű széllökésekkel söpört végig az Egyesült Államok külbirtokán. A sziget 52 ezer háztartásából 51 ezerben szünetel az áramellátás. Több mint 160 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel csapott le a Mavar tájfun a Csendes-óceáni Guam szigetére. A vihar itt azonban tovább erősödött. 240 km/órás széllökésekkel szupertájfunná alakult, ami a 4-es erősségű hurrikánnak felel meg. A rendkívül erős szél megrongálta a villamos hálózatot, csak nem a teljes sziget sötétbe borult, az 52 ezerből 51 ezer háztartásban megszűnt az áramellátás. Óránként 5 cm eső zúdult a szigetre, egyes helyeken villámárvizek söpörtek végig. A szél háztetőket fújt el, autókat állított a feje tetejére, és fákat csavart ki a földből. A kórházak azonban eddig nem adtak hírt súlyosabb sérültekről. A hatóságok földcsuszamlás veszélyére is figyelmeztetést adtak ki. Az anyagi kár, különösen a mezőgazdaságban, jelentős. Nagyon aggasztó látvány fogadott minket ma reggel szerte Guamban, ahol korábban dzsungel volt, ott most csak fogpiszkálóknak látszó fatörzsek meredeznek. Olyan, mint a Twister című filmből egy jelenet. Szinte minden fa elpusztult, ami nem kókuszpálma. Heteket fog felemészteni a takarítás, mondta a meteorológus. A vihar távoztával Guam kormányzója közölte, továbbra is figyelmeztetés van érvényben az erős szél és árvíz veszély miatt. Úgy örülök, hogy biztonságban vagyunk, a nehezén már túl vagyunk. Folytatódik azonban a viharos idő, 70-80 km/órás szélre számíthatunk. Arra kérek hát mindenkit, maradjanak otthon saját biztonságuk érdekében. Az előzetes felmérések alapján, bár az utak járhatóak, kérem, még ne használják őket, figyelmeztetett a sziget kormányzója. Guam az Egyesült Államok különleges jogállású területe a Csendes-óceánon. A mindössze 500 négyzetkilométeres földnyelvet mintegy 150 ezeren lakják. A guamiak rendkívül komolyan veszik a viharjelzéseket, mióta 1962-ben a Karen tájfun gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé a szigetet. Több tucatnyian vesztették akkor életüket, és több 100 millió dolláros volt a kár.
Elhunyt Tina Turner, az amerikai énekesnő hosszantartó betegség után hunyt el svájci otthonában. Tina Turner karrierje az 1950-es évek végén indult, volt férje oldalán. Később szólóban folytatta, emellett számos filmben is szerepelt. A 2000-es évek elején visszavonult, de 2021-ben még részt vett a róla szóló dokumentumfilm forgatásán. Az elmúlt években sokat betegeskedett, 2016-ban bérrákot diagnosztizáltak nála, 2017-ben pedig veseátültetésen esett át. Tina Turner 83 éves volt. Ez volt a Híradó délben, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Most pedig jön a Nemzeti Sport Híradó Dedecsik Ferenccel. Tartsanak velünk!